beszéd mindig pozitív. Ezért beszélek túl sokat. Louis C.K. A mai téma, amikor pitchelsz, előadsz vagy sztorizol. Az emberek imádnak a problémáikról beszélni. Főleg mi magyarok. Törd meg ezt a rossz szokást minden kontextusában, és beszélj inkább arról, hogy mi tölt el örömmel. Olyan pofon egyszerű, hogy észre sem vesszük. A legegyszerűbb módja annak, hogy boldogabbnak érezzük magunkat és örömöt leljünk az életbe, hogy pozitívan kommunikálunk és olyan dolgokról beszélünk, ugye, amik örömmel töltenek el. Egyből instant hangulatjavulást tudunk elérni. Jó napot, a MetLife-ba jöttem. Másrészt pedig egy üzenet akkor válik megragadóvá, hogyha megnyerő formában van előadva. Ennek pedig a legegyszerűbb formája, hogyha történeteket mesélünk el. Sokszor egy apró csavar játszhat döntő szerepet a prezentáció sikerében. Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogolok, most már nagyon a végén járunk. De ennek az apropója az, hogy megjelent a könyvem a HVG könyvek kiadásában. A cím az, hogy Válj valóra, én már a hatékonyságnövelés és lifehack-ek. A like-gomb alatt a leírásban ott van a link, vajvalora.hu. Tőlem rendelheted meg amúgy a legkedvezőbb áron. És még dedikálom is, hogyha szeretnénk, Pesten pedig összefuthatunk. Kapcsolódnak ehhez tréningek is, az is a like-gomb alatt minden linkkel megtalálható. Hanem csak... Simán jöjjön az intro, és beszélünk, hogy hogyan tudunk megnyerő sztorikkal prezentálni. Kezdjük el! A MetLife-ban tartok éppen a personal brandingről előadást. Valamit elfelejtettem, mindjárt jövök. A könyveimet ugyanis ugye már megjelent, és itt szoktam amúgy az előadás végén felajánlani, hogy kedvezményesen meg lehet venni, amit neked is, ugye aki nézed, a link alatti like-omban ajánlok. Na de beszéljünk a sztorikról. Szóval minden lehet egy jó sztori, minden, amit kommunikálsz, és hogyha az üzenetedhez nem kapcsolódik valamilyen magával ragadó sztori történet, akkor sokkal kevésbé fog megragadni. Minden szituációban először azt határozd meg, hogy mi az az egy dolog, az a fő üzenet, amire szeretnéd, hogy a hallgatóságod emlékezzen. A sztori ugyanis ekkor építve fantáziát ad a befogadónak, és sokkal könnyebben fogja beleélni magát. Mindezt a lehető legegyszerűbb és legtisztább módon tegyünk, úgy, hogy ezt az egészet egy olyan sztoriba csomagoljuk, ami a fő üzenetünket támasztja alá. Építsd fel tudatosan. Láttad a Steven Spielbergnek a Cápa című filmjét? A kérdés az az, hogy mikor jelent meg a cápa a filmben? Pedig az egész alatt attól félünk, hogy mi fog történni, hogy fog lecsapni az a cápa. Pont ez a lényege az egész narratívának, hogy ha jól van felépítve a sztori, akkor van benne valamilyen ilyen megfogó dolog, amivel izgalomban vagyunk, egy időfaktor, vagy valami, és az egész alatt teljesen egyben élünk a filmmel, a történettel, ugye most film vagy sztori, és a cápa, úgyhogy nekem egyáltalán nem a kedvenc filmem, azért tartozik el köré, mert tényleg úgy alakult ki az egész, úgy van az egész narratíva felépítve, hogy végig izgunk, hogy mikor jön az a rohadt cápa. Ez egy jó történet. A könyvben rengeteg más könyvet is ajánlok, például Oren Claffnak a Pitch Anything című könyvét, ezt amúgy nem nagyon szoktam a vlogon belül elmondani, hiszen hogyha érdekel, akkor vedd meg a könyvet és abban látod, de itt azért releváns, mert Oren Claff remekül fogja meg azt a kérdéskört, hogy hogyan tudunk bármilyen mondandókat átalakítani úgy, hogy ez megfogó legyen a közönségünk számára. A lényeg az, hogy helyezd magad a középpontba, úgyhogy bevonsz igazából valamilyen személyes szálat. A sztoriba kell, hogy legyen valamilyen bizonytalanság vagy feszültség, ami megfog, és hogyha még ennek a tetejére kb. A haba tortán bele tudsz rakni egy időkeretet, egy időnyomást, akkor még inkább kapcsolatot és figyelmet tudsz ezzel elérni.
Ami nagyon fontos, hogy mindig csak éppen annyi információt osszál meg, amennyi ahhoz kell, hogy megragad a nézőnek a figyelmét, a beszélgetőtársad figyelmét, viszont nagyon fontos, hogy ne lőd le a poént. Egészen addig ne lőd le a poént, amíg a fő üzeneted nem adtad át. Ezt úgy tudod megcsinálni, hogy addig csigázod fel az érdeklődést, ami kb. Egy ilyen csúcsponthoz ér, majd abba hagyod az egész sztorit úgy, ahogy volt, és akkor adod át a fő üzenetedet, hiszen a fő üzenetednél, hogyha azt ez a sztori, ez a csavar előzte meg, akkor minden figyelem, minden tekintet rád irányul, és ez lesz az a pont, amikor azt elmondod, amit szeretnél. Majd jönnek az alátámasztó pontok, minden, folytatod azt a prezentációt vagy beszélgetést, amit szeretnél, és majd, amikor már átütötted, látszik, hogy átjött a főüzenet, a végén elmondod azért a csattanóját annak a sztorinak, amit az elején felvetettél, így kvázi egy nagyon jó keretet teremtettél az elejével és a végével lezárással, egy ilyen kerek dolog lett belőle. Na de honnan legyenek ilyen jó sztorik? Honnan tudjuk, hogy mi működik? Beszéljünk a repertoárunk építéséről. Hallottál már Chris Rockról? Ugye ő egy amerikai színész és stand-up komedis, és egyszer az egy óriási dolog, kb. Ilyen karriercsúcs szokott lenni, hogyha a Saturday Night Live-ban, amit 20 millióan néznek Amerikában szombat esténként, te lehetsz a házigazda. És egy baromi jó, mindig egy monológgal kezdenek, egy ilyen stand-uppal, és nagyon-nagyon jót tolt a Chris Rock. Következő héten volt a Jimmy Fallonnál ugye a Tonight Show-ba, és kérdezte tőle, hogy tudsz ennyire lazán improzni és poénokat bedobni. Chris Rock így nézett, hogy improzni? A helyzet azért, és megosztotta Chris Rock a titkát, hogy ebben semmilyen improvizáció nincsen, ugyanis a felkérés után az azt követő 3-6 hónapban ő semmi más nem csinált, csak járta az országot és különböző kisebb klubokba, több száz poént tesztelt, és nézte, hogy reagál a közönség, ki mit mond rá, milyen fogadtatása van, és mindent jegyzetelt magának, finomította, és amire odaért, hogy az SNL-en ezt a monológot megcsinálta, akkor már pontosan tudta, hogy mi lesz az 5-10 csavaros történet, ami tutira működni fog, nevetni fognak, és nyilván lett annyi gyakorlata, hogy ilyen nagyon lazán, spontán módon tudta előadni. A tanulság a sztoriban, hogy találjál 5-10 olyan történetet, ami a főüzenetet kapcsán minden szituációban elmondható, ezt ugyanúgy finomítsd, próbáld különböző módokon átadni, és mire oda jutsz, hogy a fő personálbrendedhez élő dolgot elmond, onnantól kezdve már pontosan tudni fogod, hogy mi működik, és mi nem, és ezt ilyen lazán, mindig, mint egy ilyen puzzle-t éppen azt dobod be, amire abban az adott szituációban szükség van. Mindjárt kezdődik az előadásom, amúgy úgy, hogy gyorsan beszéljük át, hogy mik is a jó pitchnek a kellékei. Ha követed a vlogomat, akkor tudhatod, hogy óriási Simon Sinek fan vagyok. Ugye ő a Start With Why, tehát Kezd a Miért-tel, erről híresült el, és nagyon röviden, hogy nézd meg a TED Talkját, az egyik legnézettebb, az van hozzá magyar felirat is. Szóval lényegében ő azt mondja el, hogy mindig kezd a miért-tel, és mindenki arról beszél, hogy mit csinál, meg hogyan csinálja, és erre felhozta az Apple-t a példának, hogy ők, ugye, ha miért-tel kezded, hogy minden, amit teszünk, az a status quo-t kérdőjelezi meg, utána folytatják a hogyannal. Ezt tesszük úgy, hogy a legszebb gépeket, mobiltelefonokat készítjük el a legélvezetesebb felhasználói élménnyel. És mit csinálunk? Számítógépeket és mobiltelefonokat gyártunk. Nézzük meg erre Steve Jobsnak a narrációját a Crazy Ones-zal kapcsolatban. Here's to the crazy ones. The misfits, the rebels. Úgyhogy csak javasolni tudom, hogy találd meg a miértedet, mert ha miért megvan, a missziónk megvan, erről is van vlog, akkor sokkal könnyebben tudjuk az ehhez illő sztorikat megtalálni és a megfelelő narratívába tenni. Na, most elkezdem az előadást, és a szokásos helyszínen folytatjuk a lifehack-ekkel. Lifehack-ek?
Az első talán itt, hogy csináld meg a SWOT analízist, erről már van egy vlog, megírok a könyvben a 10. fejezetben, az ehhez kapcsolódó vlogot itt megnézheted. A következő, hogy tarts szünetet. Van egy olyan YouTube-on egy klip Steve Jobsról, éppen valamilyen előadást tartott, vagy lehet ilyen éves Apple konferencia volt, és egy lehetett kérdezni, és az egyik néző bekérdezett egy nagyon durvát Steve Jobstól, aki 12 másodpercen át, azon ki, hogy mondta, hogy aha, oké, okay, leült, gondolkozott, és nem szólalt meg. Nyugodtan használjuk fel az időt, készüljünk fel, ez csak is önbizalmat mutat. Nézzük meg ezt a klippet. Yes. Mr. Jobs, you're a bright and influential man. You know, you can please some of the people some of the time, but one of the hardest things when you're trying to affect change. Kemény, mi? Aztán meg, hogyha bármilyen szituációban, egy előadás közben, beszélgetés alatt, vagy társas szituációkban cikinek érzed magad, vagy nem komfortos a szitu, és úgy érzed, hogy valamidet palástolnod kéne. Van erre egy trükk, hogy gondolj bele, hogyha te egy mesehős lennél, akkor pont ezekért az általad cikinek érzett dolgokért szeretnének a nézők. Lennél szerethető. Tehát nyugodtan merjél beleállni és felvállalni ezeket a megint ciki dolgokat. Már nagyon sokat használom ezt. A lényeg, hogy legyél önazonos. Az utolsó tipp pedig, hogyha még úgy érzed, hogy nem tartasz ott, tényleg erre rákattantam, szóval, hogyha még nem vagy ott, akkor se szégyeld vagy érezd magad cikinek, hanem beszélj az utadról, beszélj arról, hogy miket tanulsz, hogy fejleszted magad, milyen előadásokra jársz, milyen blogokat, vlogokat olvasol, és a szakmádban vagy az érdeklődési területeden milyen érdekességeket hallottál. Ezzel már azt tudod mutatni, hogy te egy nagyon jól képzett szakemberré akarsz válni, aki belerakja az órákat és keményen dolgozik azért, hogy eljusson valahova, és akár a szakmádból beszélgetsz valakivel, akár más területekről, és azt látják, hogy igen, ő oda teszi magát, és megcsinálja azt a munkát, ami szükséges ehhez. Ennyi volt mai napra a vlog, remélem tetszett ez a kis pörgős, behind the scenes-es setup, amit ugye a MetLife-os előadással be tudtam mutatni. Hát meg innen is nagyon köszönöm nekik, hogy megtiszteltek a bizalmukkal, hogy a ZIP Academy-ben a personal brandingről beszélgethettem, meg workshopot tartottunk, szuper érzés volt, ahogy ugye a legtöbben nem ismertek még, és a végén általában ilyen 8-10-12 könyvet vettek meg, úgyhogy ilyen 30-40 ember volt ott, ez is egy szuper visszajelzés, meg azóta is írtak rengetegen, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha nézed ezt, akkor külön köszönés, szeva! Ha most találkoztunk először, és még nem vagy feliratkozva, de tetszett, amit hallottál, akkor elég sok dolgod van. Először is nyomj rá a feliratkozás gombra, mellette a csengőre is, hogy ne maradj le. Holnap ugyanis arról beszélgetünk, hogy hogyan prezentálj hatékonyan. Továbbá a következő dolog az az, hogy ha tényleg értékesnek tartottad ezt, akkor azzal tudsz nekem és másoknak is segíteni, hogyha megosztod ezt, vagy elküldöd annak, akinek úgy gondolt, hogy ezt meg kéne néznie, akárhogy is. Köszönöm, hogy itt voltál, végignézted, remélem még találkozunk. Szia, sziasztok!